Hello, sziasztok! Na, egy nagyon érdekes, aranyos sztoriról jutott eszembe a mostani videó, hogy megosszam veletek a gondolataimat. Történt ugyanis, hogy a Lidlben vásároltam, előttem egy ember, aztán a kasszánál még valaki, és így vagyunk. Egyszer csak egy nő, így szőke nő, így, ugye a szőke az fokozottan hátrányos helyzetű, majdnem, hogy fellök, de a kosaramat is arrébb lökve, rongyol előre azzal a csatakiáltással, hogy a gyerekemhez tartok. És akkor vettem észre, hogy a két felnőtt között egy kisgyerek, egy kis kosárral ott áll, és elfelejtette anya helyet felpakolni. Anya jó harsányan le is szídja, hogy hát mit csinálsz, mondjuk én nem értettem, hogy egy ekkora gyereket miért hagyott egyedül, azért ez a Lidl az nem egy Auchan, tehát most simán kiállsz a sorból, két perc után újra a sorra kerülsz, tehát nem értettem. Mindegy, fizetnek a nő jó hangosan, tudod, az a magabiztosan hangosan mondja, 5000 forint van nálam, azt hittem, hogy alkudozni próbál, fenyegetései vannak, de nem, 5000 van nálam, a többit azt kártyával. Na hát kijött a számla 6100 valahány forintról, még a gyorsan az aprót is kiborította, nem jött össze, akkor, tudod, én így azt gondolnám, hogy akkor a kártyával a 6000 valamennyi menjen egybe, nem, 5000 KP, 1200 vagy mennyi kártya. Előfordul, hát ugye hónap, nem tudom milyen van már, hát 14-e van, ilyenkor már azért igen, lehetnek gondok, meg hát előfordulhat, semmi gond nincsen, nincs a kártyán annyi, nincs a kártyán, nem tudom, ő dolga, nem az én bizniszem. Na, azért néztem, hogy nem mondom, azért milyen autóba száll be, azt sasoltam nagyba, mert azért tehát a magabiztosságából nem úgy tűnt, hogy túl nagy anyagi gondokkal küzdhetne, csak olyan fura volt a helyzet. Erre nem fogjátok elhinni, beszáll egy Porsche Cayenne szlovák rendszámos csodaautóba. Én vakarom a fejemet, és elütött eszembe a videó, hogy miért is utáljuk mi ennyire a szlovák rendszámos luxusautósokat? Mi a nagy problémánk vele? Bocsánat, ablakot húzom, elfogyott a levegőm, és meghalok. Tehát, mi a problémánk velük? Próbál ez... Kapcsolod ki, hogyha egy nagyon fikázós videóra számítasz innentől kezdve, mert nem ez a cél. Hanem próbáljuk egy kicsit a lélektant megérteni, és toleránsabbak lenni egymással. Ugye ez most egy aranyos sztori volt, bár nem tudom, amennyit megspórolt a szlovák rendszámmal, na mindegy, nem leszek rossz indulatú. Most képzeld el azt ezenek a típusú embereknek a lélektanát, miközben mondjuk mész az M0-áson, 140-nel a 130 helyett a belsőbe, és jön egy szlovák rendszámos Porsche, és le akar tolni, nőci, és le akar téged tolni, 170-nel. És úgy felfor az agyvizet, ugye, ugrottam a sztoriba. Kezded a lélektanát, hogy miért szlovák rendszám? Hát azért szlovák rendszám, mint amiért te is átmész a Auchanból a Tescóba, hogyha mondjuk valami a cukkini le van értékelve 20 forinttal. Na hát ő is ezt csinálta, csak nagyban. Átment Magyarországról Szlovákiába, mert ott olcsóbb a rendszám. Aztán miért pont Porsche? Hát most gondolj bele, hogy szegény, hogyan tud, most érted, ennek a típusú nőnek, gondolom családanya, meg minden, meg egósimi, nagyon fontos az, hogy nagyon nagy autót vezessen, mondhatni terepjárót. Most vagy egy crossovert vesz, vagy pedig egy Icarus-t. Most egy Icarus-ban elég hülyén néznek ki, tehát marad a crossover, akkor miért vegyen? Suzuki-t vegyen? Opel-t vegyen? Porsche-t vegyen? Hát mit vegyen? Hát gyakorlatilag akkor itt jön a döntés. Hogy gondold-e, hogy te megvennéd-e a Opelt Magyarországon, hogyha Szlovákiában ugyanazon az áron egy Porsche-t kapnál? Használt Porsche-t? Hát nyilván te is akkor átmennél Szlovákiába, ugye? A szomszéd bolt, az Auchanba, ugye? A cukkinéért. Na, tehát így gondolkodnak. Ebben nincsen ilyen világ megváltó, világ összerobbantó dolog. Nyilván egy jó autó magabiztosságot ad, hiszen hozzátársul a pénz is. Akkor meg már bátran üvöltözött, hogy 5000 plusz 1200 kártyával. Jó, tehát miért szül mégis ellenérzést sokakban ez a jelenség? Mert ez egy jelenség, ez egy stílus párosul, egy anyagi helyzet párosul, viselkedés és egy jó autó, szlovák rendszer, és egy rendszám. Miért mégis unszimpatikus? Hát valószínűleg azért, nem azért, mert ilyenkor szoktak jönni a szlovák rendszámos luxusautósok, és erre számítok itt a kommentekben is, meg a magyar rendszámos luxusautósok, sok, hogy azért vannak emberek felháborodva, mert
irigyek, mert nincsen erre pénzük, mert ők nem engedhetik meg magának a, maguknak a Porsche-t, csak a Parizert, ők a BKV-t, a bármit, nincs pénz. És már önmagában ez a vála, meg hogy ugye a magyar az egy irigy ember, és a irigy ember az irigykedik állandóan 0-24-ben, és ha nincsen jobb dolga, akkor tovább irigykedik. Ugye? És akkor valójában már a reakció és a válaszban benne van a legfontosabb ok szerintem, amiért rühelik sokan, én is, ezt a típust. Nem a luxusautóba ülő ember, nem, félre ne érts. Ezt a embertípust, ezt ismered te is, ezt a ki ha én nem, enyém a pálya, enyém minden, leszarom a pénzt, lecsalom az adót, ahol lehet, megoldom okosba, és még szerénysebb vagyok. Tehát én erről a típusról beszélek. És most nem a hölgyről, tehát most ne vonjuk össze, az egy aranyos sztori volt, most egy kicsit tovább mentünk a történetbe. Gyakorlatilag ezt az embertípust, ezt már válasz is benne van, hogy nem a pénzről szól, hanem az attitűdről, a reakciókról, ha egyszerűen unszimpátiát kelt az a fajta viselkedés, amikor nagyjából azt hiszik bizonyos emberek, hogy a segükből rántották ki a többieket, hogy nekik mindent szabad, és azért, mert beülök egy 5 milliós, 10 milliós, 15 milliós kocsiba, akkor mondjuk egy autópályán rám más szabályok vonatkoznak, ugye? Vezetési szokások, mert ugye ez innen jön, autóvezetés. Én azt hiszem, hogy amikor nekem egy nagyon jó kocsim, akkor én úgy használhatom a parkolót, hogy vannak a felfestések, és nekem az autó tengelyének tökéletesen párhuzamosan rá kell felülről állnia a választóvonalra. Ugye leszarom, hogy ezzel két helyet foglalok el, nekem ott kell lenni középen, és ezt meg tudom indokolni százféleképpen, csak az a baj, hogy ezt a Kressz is már megindokolta, hogy ezt nem szabadna, mert azért van a kijelölt parkolóhelyek. Tehát egyszerre két helyet ne foglaljunk el. Ez a viselkedési attitűd, ami tudod, egyszerűen egy fesztiválon, a sorbanállásnál is jelen van, amikor tudod, a normális ember odáll sorba, és akkor jön a bunkó parasztja, és akkor eléd áll, meg ő majd másik irányból jön. Tudod, ez. Tehát itt egy viselkedési halmazati probléma van, nem pedig az, hogy most te luxusautó, nem csak az, hogy adóelkerülő vagy a szlovák rendszámmal, nem csak az, hogy fellöksz valakit valahol, hanem úgy összességében. Gyakorlatilag egy szlovák rendszámos luxusautó az egy státusz, az valóban egy státuszszimbólum, csak státusza egy viselkedési attitűdnek, és nem szeretném most minden szlovák rendszámos luxusautóst lehordani a sárga földig, mert biztos, hogy vannak jó fejek is köztük, meg rendesek, meg törvénytisztelőek, meg minden, de ez egy elég erős minta, egy vélt attitűd, ez olyan, mint hogy szőkenőt nem engedünk kormány mögé, mert ma az életveszélyes, ugye? Bocsánat a szőkenőktől. Ugyanígy, ez egy státusz. Tehát például, amikor autót vettem, vagy most szeretnék venni, ez is erősen közre játszik majd a választásomba, hogy bizonyos autókhoz társított attitűd az nekem megfelel, az én tudok-e azonosulni, vagy nem. Ha nem, akkor nem fogok olyan autót venni, mert francnak van szüksége arra, hogy engem olyan más embernek gondoljanak, már alapból előítélete, mint amilyen vagyok. Készen meghaltam, bocsánat, nagyon meleg van. Botrányosan meleg van. Jó, tehát nagyjából ez, de viszont mit tehetnek a többiek, tehát az emberek? Toleránsak lehetnek. El kell fogadni azt, hogy mások máshogy gondolkodnak. Én azt javaslom, hogy próbáld azt, mint ahogy én is a zen útjára léptem, hogy most már autópálya le akarnak tolni, mert látom, hogy már jön nagyon ezerrel a luxi autó, akkor lehúzódsz már messziről, én gyakran nézem a visszapillantót, lemész, ugye alapból jobbratartás van, bár ezen vitatkoznék, hogy egy tök üres autópályán ott miért kéne jobbra tartanom, vagy egy lassan haladó külső sáv mellett miért nem mehetnék belül, de hogyha te mész 130, 135-tel, 140-nel, és mellette viszont érkezik, általában ez egy luxi autó, egy jó kis BMW terepjáró, vagy egy valaki, és az le akart egy mindenáron baszni a belsőből 160-nal, már látod messziről, nem kell erősködni, menjél le, menjen a dolgára. Ugyanígy, hogyha most így állsz egy sorba és fellöknek, nem kell felhúznod magad, nem biztos, hogy direkt csinálja. Ha igen, akkor is ne érdekeljen.
nyelsz egyet, nem ér annyit az egész. Mint ugyan nem ér annyit az egész, ha azon gondolkozol, hogy a másiknak miből van, miért van. Nem vagy adóhatóság, nem vagy semmi, én se vagyok senki. Figyelsz, majd a hatóságok eldöntik, a lelkismert eldönti. Nyilván mindenki addig nyújtózkodik, amíg a takarója elér. És azt gondolom, ne irigykedjünk arra, hogy kinek milyen van, hanem örüljünk annak, és legyünk büszkék arra, amit mi elértünk az életben, és ezt építsük tovább, és valahol ez a vlog is erről szól egyébként, hogy hogyan tudom építeni az életemet, és hogyan tudok a saját szintemhez képest előbbre jutni. Mármi nem én, már én is, meg ti is. Jó, remélem, hogy jó volt a videó, tetszett, szép napot, sziasztok!